a bíróság nagy tanács a következőképpen határozott. Az Európai Bíróság magyar nyelven kihirdetett határozata szerint szembe megy az uniós joggal az a 2017-es magyar törvény, ami alapján a CEU-nak végül Bécsbe kellett költöznie. A testület azzal indokolta a döntést, hogy a Lex CEU sérti az unió alapjogi chartájában foglalt a tudományos élet szabadságára, a felsőoktatási intézmények alapításának szabadságára és a vállalkozás szabadságára vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény rektorhelyettese szerint a döntés az egyetem 3,5 éves küzdelmének igazolása, hiszen kezdetektől fogva látszik, hogy a Lex CEU nem csak alkotmányellenes, hanem az európai jogszabályokba is ütközik. Az ítéletre Varga Judit igazságügyi miniszter úgy reagált, elfogadhatatlannak tartjuk a kettős mércét, a jogszabályokat minden egyetemnek egyformán be kell tartani a Magyarországon. Nem lehet olyan törvényt alkotni, amely a soros egyetemet előnyösebb helyzetbe hozza a magyar egyetemeknél. Nem postaláda egyetemekre van szükség. És itt van már Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondta Rónai Sándor, az önök EP képviselője, hogy ha nem vonják vissza ezt a törvényt itthon, akkor pénzbírság is jöhet. Milyen pénzbírság és mennyi? Mit lehet erről tudni? Azt, hogy mennyi, azt nem tudom megmondani, mert nem vagyok ebben járatos, de ugye úgy működik az Európai Unió bírósága. Tegyük hozzá ezt, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor ezt Magyarország vállalta, hogy az Európai Unió jogát érintő kérdésekben milyennek a bíróságnak alávetjük magunkat. Tehát ez a bíróság, hogyha nem hajtják végre az ítéleteit, akkor büntetést állapíthat meg, pénzbírságot. Ez egy, hogy mondjam, tehát a szabad szemmel látható összeget jelent, amit persze mi az adófizetők fogunk kifizetni, és nem a kormány ilyenkor természetesen. És a CEU meg már nem jön vissza egyébként, mert nem fognak Bécsből visszaköltözni. Ezt mondta a rektor. Bizonyos képzéseit vissza fogja hozni. De hát azért az már nem ugyanaz, mint amikor itt van, itt van egy egyetem. Tehát ez ennek a történetnek itt pont van a végén. De én azért kérdeztem, hogy kell-e pénzbüntetést fizetni valóban, és ha igen, akkor mennyit. Mert döntött nem is olyan nagyon régen már az Európai Bíróság a civil törvény ügyében. Ugyanúgy azt mondta, hogy ez a törvény nem összeegyeztethető az uniós joggal. Mi történt azóta? Az az igazság, hogy azt kell tudni, hogy az Európai Unió egész intézményrendszerét azt épeszű kormányokra szabták. Tehát például olyan azt tételezik föl, hogy ha van egy bírósági ítélet, azt egy kormány végrehajtja. Ez sajnos a magyar kormányra gyakran nem igaz, nem csak a Európai Uniós bírósági ítéletére, hanem például az emberi jogi bíróság ítéleteire is igaz, hogy a kormány időnként nem hajtja őket végre. Hagy mondjak egy példát csak azért, mert ez is mostanában volt forró téma, hogy például nem hajtotta végre a Iványi Gábor által vezetett magyar evangéliumi testvérközösségre vonatkozó bírósági ítéleteket sem a kormány. Ilyenkor egy bírságolás jön az Európai Unió bírósága esetében, egy bírság jön, még egyszer mondom, ezt persze az adófizetők fogják befizetni a nap végén, csak erre gyakorlatilag nincsen precedens, tehát nincs igazából példa arra, hogy egy Európai Uniós ország az ne hajtsa végre az Európai Unió bíróságának ítéleteit. Ennek azt tudja, hogy van ennek ideje, kifutási ideje, vagy határideje, hogy meddig kell végrehajtani, mert egyébként a kormány, vagy Gulyás Gergely és Varga Judit is azt mondta, Gulyás Gergely az előbbivel, mert a civil törvénnyel kapcsolatban, Varga Judit pedig a Lex CEU-val kapcsolatban, hogy természetesen végrehajtják majd a módosításokat. Ilyen nincsen, azért jelzem azt, hogy például van olyan magyar alkotmánybírósági ítélet is, hogy még egy példát mondjak, amelyik a rokkant nyugdíjasokra vonatkozik, amit, ha én jól emlékszem, a kormány már több mint egy éve, és már közel 2 éve nem hajt végre. Tehát lejárt a határidő, a kormány nem hajtja végre. Ez teljesen elfogadhatatlan, és azért még egy szempontot hagy mondjak, és itt nem is a büntetés lesz a legfontosabb probléma, hanem ezek a típusú ügyek abban a fajta jogállamisági eljárásban lesznek nagyon súlyos érvek a magyar kormánnyal szemben, ami miatt aztán uniós forrásokat fog elveszteni az ország. Azt lehet látni, hogy a kormánynak fontosabbak a saját mániái, mint egyébként az, hogy akár betartsa a jogállam szabályait és az érvényes bírósági ítéleteket, akár pedig az, hogy egyébként sok millió, inkább azt mondom, hogy sok milliárd forintnyi összeget fog veszíteni Magyarország emiatt, a makacság miatt, nem tudom másképp mondani. No, hát meglátjuk, hogy végrehajtják-e, mikor hajtják. Az ellenzék is számon kéri, vagy számon tudja kérni, meg egyébként az újságírók is számon tudják kérni. Menjünk tovább. Azt mondja a Demokratikus Koalíció, hogy nem elégséges az orvosok béremelése. Ugye ön tartott egy sajtótájékoztatót. Azt mondja, hogy szűkkeblű. Miért kevés, ha az orvosi kamara elégedett vele?
Az orvosi kamara nem elégedett vele, hogy kezdjem ezzel, hiszen olvastuk az orvosi kamarának a levelét, amelyikben, én jól emlékszem, 8 ponton kifogásolták ezt a törvényt. Ez mikori levele az orvosi kamarának? Ez hétfő esti, vagy hétfői levele. Igen, csak ugye utána Gulyás Gergely azt mondta este 10 órakor, miután a Törvényalkotási Bizottságban elfogadták azokat a módosításokat, és aztán tegnap meg magát a törvényt is, hogy az orvosi kamara összes javaslatát, amit ők javasoltak, azt beletették. Miután én tagja vagyok a Törvényalkotási Bizottságnak is, és össze is hasonlítottam ezeket a változatokat, bocsánat, mert nem szívesen dobálozok ilyen szavakkal, de Gulyás Gergely simán és folyékonyan hazudik ebben a kérdésben. A Magyar Orvosi Kamara 8 módosítást kért a törvényben. Ebből a 8-ból egyet teljesítettek, egyet részben teljesítettek, 6-ot pedig egyáltalán nem teljesítettek. Nem tudok lehet, más hogy mondani, a 8-at, lehet, hogy a 8-at nem tudjuk, de végre most szerda van, és én az első, aki tudja, hogy mi ez a 8 módosítás, mert eddig még nem tudtuk, ugye kedden reggel még nem tudtuk pontosan, mert csak a paragrafusokat láttuk. Mi a legfontosabb, mert a Magyar Orvosi Kamara egyelőre ezzel kapcsolatban még nem szólalt meg, és szerda reggel van, pedig tegnap fogadták el a törvényt. Mi az, amit nem fogadtak el? Talán a legfontosabb ezek közül az, éppen amiről most volt is szó, és lesz is ma még szó a műsorban, hogy azt kérte a Magyar Orvosi Kamara, hogy a vállalkozóként dolgozó orvosokra is vonatkozzanak ezek a szabályok, és ezek részben a házi orvosok valóban, de a házi orvosokon túl ide tartozik a szakrendelésben is számos orvos, az orvosi ügyeletek ide tartoznak például, és még sorolhatnám. A másik ilyen nagyon, és ezt nem teljesítették, hogy egy ígéret van a minisztertől, de hát nehéz érteni, hogyha az orvosok egyik részének meg lehetett csinálni egy törvényt 3 nap alatt, akkor az orvosok másik részének miért nem lehetett ezt teljesíteni. A másik nagyon problémás pont az a kirendelés kérdése. 2 évre át lehet küldeni egy másik egészségügyi intézménybe az orvosokat, ha a kormány úgy gondolja. A harmadik ilyen pedig az, hogy a párhuzamos foglalkoztatást megtiltják. Ugye ez látszólag, és az orvosi kamara például nem vitatja, hogy erre szükség van, csak azt mondják, hogy erre kellene... Nem vitatja, mert ők kérték. Igen, hát azt mondják, csak hogy kellene kérték. Erre egy felkészülési időt biztosítani, mert ha ezt januárban megtörténik, akkor egyébként szakrendelők és kórházak hosszú sora válik működésképtelenni, mert a mai orvos hiány mellett nagyon sok orvos van, aki több munkahelyen kénytelen dolgozni. No, menjünk tovább, mert mi várjuk a Magyar Orvosi Kamarának is a reakcióját a tegnap elfogadott törvényre. Egy hete talán írt egy cikket, amiben azt mondja az ellenzéki összefogásról, hogy vagy közös listával nyer az ellenzéki összefogás, vagy sehogy sem. Ezek szerint akkor csak így lehet ön szerint nyerni az ellenzéknek. Miért gondolja ezt? Azért, mert a közös lista az, ami kifejezi azt, hogy az ellenzéki pártok megértették azt, hogy mi a feladatuk, megértették azt, hogy nem egymással kell versenyezniük és egymással kell vetélkedniük, hanem a Fidesszel szemben kell egy erős alternatívát állítaniuk. Én azt gondolom, hogy ma ezt egyébként hozzáteszem, a választók jó része is így gondolja ezt. Látjuk minden felmérésből, hogy 500 000-val több szavazatot kapna egy közös lista, mint amennyit az ellenzéki pártok külön-külön. De ezt honnan tudja, ez milyen felmérés, ahol így számszerűsítve van? Az IDEA-nak van egy felmérése valóban, tehát az ellenzéki szavazók 78%-a támogatja a közös listát, de ezt hogy tudja 500 000-ra számszerűsíteni? Az Áved ZRI készített egy felmérést a nyáron, ahol megkérdezték külön azt, hogy mekkora az ellenzéki pártoknak a támogatása, és megkérdezték azt, hogy mennyi lenne egy közös listának a támogatása, a kettő között 6%-nyi különbség van, a szavazók 6%-a az 500 000 szavazó. Tehát így számolták ki. Ha nem lesz közös lista, akkor azt mondja a Demokratikus Koalíció, hogy nem fog nyerni az ellenzéki összefogás? Sehogy sem? Mert a többi párt azt mondja, mondjuk a Jobbik és a Momentum, hogy egyáltalán nem ezen múlik, ez egy technikai kérdés. Szerintük többet lehet inkább veszteni, és több kérdést vet fel a közös lista, mint hogyha mondjuk 2 lista lesz, vagy 3. Tehát nem a listák száma számít. Nyilván, hogy mondjam, ez a Demokratikus Koalíció hivatalos álláspontja, ezt a kongresszus meg az elnökség fogadja el, de én ebben a cikkben határozottan amellett érvelek, hogy ha 2 listán vagy több listán indul az ellenzék, akkor avval olyan versenyhátrányba kerül, ami egyébként nagyon nehezen behozható egy nagyon erős Fidesz kampánygépezettel szemben. Ez egy kicsit olyan, mintha lenne egy foci meccs, ahol az egyik oldalt föláll egy csapat, a másik oldalt pedig 2-3 csapat áll föl, aki egymás kapujába is rúgdossa a gólt. Nyilván az lesz előnyben, aki egységesen együtt indul el, és egy célért küzd. No, még egy dolog az összefogással kapcsolatban. Múlt csütörtökön tartották ugye az ellenzéki pártvezetők, a következő, az volt a második találkozójukat.
Megint megerősítették, hogy együtt indulnak, minden választókerületben egy közös jelölt lesz, de a programhoz meg idő kell, ezt mondják, és hogy megalapították a programíró bizottságot. Ez utóbbi érdekel, hogy kik ennek a bizottságnak a tagjai, és egyáltalán minek egy ilyen bizottság? A programíró bizottságnak a tagjai azok a pártok által fölkért szakpolitikusok. De ezt most alapították meg? Azért kérdezem, mert a nyáron már volt arról szó, hogy dolgoznak már különböző szakbizottságok. Dávid Ferenc itt mondtál velem szemben, hogy ő a gazdaságiban dolgozik, többféle bizottságban, sőt a bizottságoknak még albizottságaik is vannak, akkor most mit alapítottak? Igen, igen. Azt hiszem, hogy amire Dávid Ferenc gondolt, az az L1-nek a programírással, szakpolitikai programírással foglalkozó bizottságai, amik egyébként nagyon fontos háttéranyagot, inputot fognak adni a programíró programírási munkához, de ebben a programbizottságban most kimondottan a pártok szakpolitikusai vesznek részt. A Demokratikus Koalíciótól, csak lejárt az időnk, a Demokratikus Koalíciótól ki tagja a programíró bizottságnak, tehát ön van benne. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt, akkor majd ezt folytatjuk. Köszönöm.